Fogjátok fel ezt úgy, mint egy bűnös élvezetet a részemről. Hulla Jack. Szervusztok, fiúk, lányok! Elérkezett az áprilisi Woodbox ideje. De még mielőtt hozzákezdenénk így a kicsomagoláshoz, egy apróbb kis visszatekintéssel kezdenék, ugyanis most lesz egy éve, hogy én itt rituálisan minden egyes hónapban majdnem kicsomagolom nektek ezt a dobozt. A majdnem szócska azért indokolt, mert volt egy hónap, ahol a posta miatt veszett el a csomag, pedig abban még egy Dragon Ball-os cucc is volt. És volt egy másik hónap, ami valamiért kimaradt, de a lényeg, hogy ez lesz most a szám szerint a 10. csomag, és ahogy így az első pár alkalommal elmondtam, én nem tartom túlságosan nagyra azokat a videókat, amik csak arról szólnak, hogy az illető kicsomagol valamit és megmutatja, mi van a dobozban, anélkül, hogy bármilyen extra hozzáadott értéket társítana az adott dologhoz. Tehát elmondja, hogy mi ez, mik a tapasztalatai, mire jó, hogy kell használni, stb. Most esetünkben itt tényleg csak erről van szó, hogy én bután kicsomagolok nektek dolgokat, amik egyébként a Woodbox-tól érkeztek hozzám, ezt így nem győzöm minden egyes alkalommal megköszönni nekik. És tényleg ennek az egésznek az a lényege, hogy havonta egyszer kap az illető egy random, valamilyen geek tematika alapján összeállított csomagot, amiben random geek cuccok vannak, amiből általában egy vagy akár több is mindig jó szokott lenni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. De hogy ez egy szolgáltatás, aminek ez a lényege, és fogjátok fel ezt úgy, mint egy bűnös élvezetet a részemről. Én tényleg élvezem ezeket a dobozokat megmutatni nektek, és egy alapvetően olyan tartalom, ami valamilyen szinten közel áll a gamerséghez, a gamerség velejéhez, még akkor is, hogyha nem ez a legtartalmasabb dolog a csatornám. Úgyhogy most ennyi kis ömlegés után lássuk, mi lapol az áprilisi dobozban, amiért ugyancsak a Woodbox-nak tartozom köszönettel. Ha jól tudom, ebben ilyen bestiális dolgok lesznek, vagy legalábbis ez volt a honlapjukon, hogy Beast a tematika, és ohoho, rögtön az elején God of War. Ugye most áprilisban jelenik meg PlayStation-ra a God of War következő része, ebben a kis magazinban most nem nézünk bele túlságosan, majd a végén, ha nem felejtem el, mert ugyanis a következő havi spoiler is benne leledzik. Hát sajnos a God of War az egy olyan játék, amivel nem volt alkalmam játszani, és előreállítólag még nem is lesz. Sajnos, pedig az új részről sok jót hallani, mert nincs konzolom. És belátható időn belül nem terveztem venni. De talán majd egyszer. Na, rögtön! Avengers Bubblehead figura. Hát valami lesz benne az Avengers-éktől. Én ezt most kibontom gyorsan, és megnézzük, milyen figura van. Max a gyereknek jó lesz. Már nem nyeli le. Ja, hogy még egy kukászsák is van. Hullazsák. És a hullazsákban... Ó! Oh. Hát ez az a zöld csajszi a Galaxis őrzőiből. Meg nem mondom, hogy hívják, mert egyszer láttam a filmet, és nem ragadt meg a neve. De elég marconál néz ki, és jó pofa, és lötyög a feje. Oké. Na, ez jó pofa. A gyerek majd ilyen manóként interpretálja. Na, rögtön itt a tetején egy tank. Mégpedig ez egy metalszlagos tank. Ó, az egyik kedvenc arcade játékom, a Metal Slug, még talán van is videó róla a csatornán. Hú, de sokat néztük azt a játéktermekben, hogy mások játszanak, az még abból az érából való. Na hoppá, hoppá, hoppá! Na ez viszont már biztos Galaxis őrzői. Rocket és Groot. Ez egy tök jó figura, most azt nézem. Ezt nem biztos, hogy most kibontom. De jól néz ki. Na, ez már tetszik. Na, mi van itt? Van itt nekünk az aljában egy... Ez egy ilyen fémlap, amit valószínűleg föl lehet csavarozni. Egy sárkánnyal meg undeadekkel rajta, de ez is jól néz ki. Korábban már volt egy bohócos, Pennywise-os. Ez egy másik ilyen fémlap, vagy fémplakett. Föl lehet így rakni valahova. És akkor utoljára a póló. Na vajon mi lesz a pólód? Sok.
Wow! Na ez badass! Egy Kratosos God of War-os póló, rajta ugye Kratosnak a fiacskájával, Atreusszal, azt hiszem így hívják. Szép fehér póló. Na ez is király. Ez tetszik. És ez volt az áprilisi Woodbox tartalma, egy apró korrekcióval viszont tartozom, ugyanis ez nem bestiális Woodbox volt, hanem a magazin tanúsági alapján brutális Woodbox. Ha csak itt Kratosra nézek, akkor ez abszolút helytálló, de a bestiális is némileg, ugyanis itt a galaxis őrzői figurában ugye egy mosómedve található, úgyhogy megvan sárkány is. Úgyhogy ez kiki döntse el maga, minden esetre én megköszönöm nektek a figyelmet. A Woodbox linkje pedig szokás szerint a videó leírásában található, ha esetleg kedvetek volt ott is körülnézni a weboldalukon, és nem maradt más hátra, mint hogy megnézzük, hogy mi várható a következő hónapban, ami pedig úgy tűnik, hogy egy rémálom lesz az Elm utcában Freddy Krügerrel. Én pedig akkor búcsúzom, egy brutálisan jó áprilist kívánok mindenkinek, találkozunk a következő hónapban. Sziasztok!